Dr. Maráz Róbert 1992 óta dolgozik a Kecskeméti Megyei Kórház sebészeti osztályán, 1999 óta az onkoradiológiai osztályon. Főorvosá 2011. júniusában nevezték ki. Az elmúlt húsz év alatt több mint négyezer műtétet végzett a Kecskeméti Megyei Kórházban. Az emlőrákos betegek hormonterápiás kezelésében és onkológiai gondozásában is aktívan részt vesz. A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház sebész-onkológus főorvosa most nemzetközi emlősebészeti szakvizsgát tett. Ezzel a szakvizsgával csak nagyon kevesen rendelkeznek. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Kezdjük azzal, hogy mit is jelent pontosan ez a szakvizsga? Hát igazából ez egy európai emlősebészeti szakvizsgának felel meg. Ha jól tudom, Magyarországon rajtam kívül, rajtam kívül még öt ember rendelkezik ezzel a szakvizsgával. Jelentkezni is nagyon nehéz rá, tehát megfelelő kritériumoknak kritériumok kellett megfelelni megfelelő műtéti számmal kellett rendelkezni, tudományos publikációkkal kellett rendelkezni, különböző külföldi kongresszusokon kellett részt venni, és ezek után, ha ezeket az ember benyújtotta, utána bírálták el, hogy egyáltalán alkalmas -e a vizsgára. Egy 720 oldalas angol könyv volt a bázis, és még ugye a rengeteg új guideline-t is tudni kellett. A vizsga angolul folyt, volt egy írásbeli része júniusban, egy 50 kérdéses Test volt, és utána november végén pedig volt a szóbeli vizsga, amely három részből állt. Két eset ismertetés és egy cikk elemzés történt, és aztán bírálták el a vizsgát. Akkor most már értem, hogy miért rendelkeznek kevesen ezzel a szakvizsgával, és akkor gratulálunk az eredményhez. Köszönöm Hogyan szépen. zajlik az emlőrákos betegeknek a kezelése itt Kecskeméten? Hát egy nagyon erős csapat van Kecskeméten, én magamban csak Dream Teamnek nek nevezzem. Nagyon jó a diagnosztika, tehát a mammográfiás csapat nagyon erős, a patológián Cserny professzor úr nagyon nagy tudományos hátteret ad nekünk, aztán az izotopdiagnosztika, segítségét kérjük, a sebészet csapat, úgy gondolom, szintén nagyon erős, más területeken is, és aztán az onkológia és a pszichoonkológia, ami, ami lezárja az egész ellátást. Van préoperatív tímünk, tehát műtét előtti tímünk, egy mamma tím, ahol átbeszéljük a betegeknek a leleteit, az alapján egy döntünk egy kezelés mellett, amely lehet műtét, műtét, előtti kezelés, vagy maga a műtét, és a lezajlott a műtét, vagy a kemoterápiás kezelés, akkor van egy műtét utáni tím, egy onkotím, ahol ismét összeülünk nagyon sok szakember, több paneltag, és lesz egy második vélemény, akkor hogyan folyjon tovább a betegek kezelése. De akkor gondolom, hogy Siker hogy ahhoz, hogy sikeres legyen a betegeknek a kezelése kecskeméten, nem csupán az álomcsapatra van szükség, hanem arra a fejlődésre is, ami az elmúlt időszakban végbe ment ezen az ágazaton. Nagyon fejlődik a emőrák sebészetek kezelése. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt a folyamatot végigélhetem. Hát régebben ugye teljes emlőeltávolítás volt, aztán jött az emlő megtartó műtétek, sugárterápiával kiegészítve. Aztán eljutottunk oda, hogy nem tapintható daganatokat szültek ki a mammográfián. Nekünk ez egy új feladat volt, hogy a nem tapintható daganatokat megkeressük, speciális módszerrel is eltávolítsuk. És a hónap sebészete is nagyon megváltozott. A teljes hónap nyirokcsomó eltávolítás helyett mintavétel történt, ami két-három nyirokcsomó eltávolítását jelenti általában. És aztán bejött az onkoplasztika, ami nagyon dübörög. Nagyon nagy teret kell neki adni, itt az onkológiai elveket figyelembe véve, plasztikai módszereket is alkalmaznunk kell, helyreállító műtéteket kell megtervezni, tehát műtét előtt gyakorlatilag mindig rajzolunk, tervezünk, közösen gondolkozunk. Kecskemét több trájában is részt vesz a sebészeti osztály, az onkológia is természetesen. Mi egy svájci klinikai vizsgálatban vettünk részt, ahol az áttétes nyirokcsomót egy klippel jelöltük meg, és célzottan kerestük meg ezt az áttétes hónai nyirokcsomót. Sikorszki professzor, a sebészetosztály vezetője szerzett nekünk egy nagyon jó készüléket. Ez egy speciális készülék, indocián zöld festék alkalmazásával keressük meg az ő Magyarországon csak mi végezzük ezt a beavatkozást, és több mint száz ilyen műtétet végeztünk, és ebből már publikáltunk, és fogunk még publikálni a nemzetközi lapokban is. Tehát akkor van támogatás azért az orvos csapat mögött? Abszolút, abszolút van a vezetőség rendkívül módon támogatott. Nyilván erre kellett idő, erre a vizsgára a felkészülésbe, úgyhogy igen, rendkívül módon támogatott a vezetés szerencsére minden oldalról. Tényleg ez egy jól összefogott csapat, mert enélkül ez nem működik. Adatok tekintetében mit lehet elmondani, hány emlőrákos beteg fordul meg önöknél? Hát évente már 300 műtétet végzünk, közel 300-at. Az onkológia kezelt betegek aránya ennél még magasabb, de körülbelül ennyi az a beteg, amennyit el, ellátunk egyelőre. Covidról is mindenféleképpen muszáj egy pár szót ejtsünk, mert gondolom nem úgy zajlottak a kezelések, a gyógyítások most a járványhelyzet alatt, mint amikor ugye nem volt pandémiás veszélyhelyzet Magyarországon, vagy igen, hogyan zajlott most a betegek? Új, új stratégia volt, nemzetközi és világszinten új stratégiák voltak tehát megpróbálták a műtét előtti kezeléseknek az arányát megnövelni, és minimálisan de csökkent a műtéti szám, illetve megfelelő kategóriákat, sorrendeket kellett felállítani, melyek azok a műtétek, amelyek rendkívül módon szükségesek, és melyek azok a műtéti típusok, amit esetleg egy picit halasztani lehet. De alapvetően megoldottá vált Kecskeméten a emőrákos betegek ellátása. Bizonyos halasztható, más típusú műtéteket azoknak a számát sajnos le kellett csökkentenünk, de maga a daganatos betegek ellátása az végül is szerencsére zavartalan. Nyilván a betegek is egy picit kevésbé mernek kórházba jönni, tehát emiatt egy picit csökkent a beteg ellátás száma, de aztán be kell hozni a lemaradást. Tehát a mi részünkről megvan a lehetőség arra, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek a betegek. Jó is, hogy említi azt, hogy kevesen mennek a kórházba, mert szerintem kell beszéljünk a megelőzésről is, hiszen nagyon fontos az, én úgy gondolom, hogy időben úgymond elcsípjék ezt a betegséget, hiszen gondolom akkor hamarabb, vagy nagyobb az esélye annak, hogy kigyógyítják a pácienst az emlőrákból. Nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való résztvétel. Magyarországon két évente történik 45 és 65 év között a betegek szűrése. Itt a betegek kapnak egy meghívót a NTS-től, vagy a megfelelő hivataltól, nagyon fontos a részvételi arány, minél többen mennek el, akiket meghívtak erre a szűrése, annál nagyobb hatékonysága működik az emlőrák szűrés, emlőrák diagnosztika. Svédországban 70-80 százalék fölötti a részvégők aránya, Magyarországon ez alacsonyabb, 50 százalék körül, de ezt próbáljuk növelni a médiában is ennek a szerepét és a fontosságát hangsúlyozni. Illetve most Visegrádon volt egy nemzetközi konferencia, amely azt a szándékot tükrözi, hogy a 45 évet leviszik 40 évre, a 65 évet pedig felviszik 70 évre, tehát tágul a szűrt célcsoportnak a száma és az éveknek a száma megnő. Nagyobb, nagyobb betegcsoportot ölel át a szűrés. Beszéljünk egy kicsit a tünetekről, hogy mi alapján lehet észrevenni azt, hogy valami nem oké? Okay? Az emlőráknak az a sajátossága nagyon gyakran későn okoz tünetet. Tehát igazából a szűrés épp azért nagyon fontos, hogy a tünet és panatmen, panaszmentes betegeket szűrjük ki. Aztán van olyan forma, ami már tapintható, de általában ami tapintható, az inkább gyulladásos elváltozás, de mindenféleképp, ha valaki bármit magának tapint, tehát az önvizsgálat szerepe is nagyon fontos, hogy a mensuelsziklus után egy héttel, a kb. egy önvizsgálat, és ha bárki bármit észlel, akkor házi orvoshoz, vagy a sebészeti szakrendelésre kell fordulni, és utána elindul a kivizsgálás, hogyha indokolt. Hogyha az ön munkásságáról, az ön eredményeivel kezdtük a beszélgetést, akkor szerintem zárjuk azzal, hogy mi az ön motivációja, mi egyáltalán az ön szerepe ebben a folyamatban. Hát orvos szülők gyerekei vagyok, vagy gyereke vagyok, akik nagyon sokat ügyeltek, sokat voltam otthon egyedül. Tehát a könyvek mindig is a barátaim voltak. És a sebész, sebész volt, tehát ez a pálya nekem nyilván nagyon nagy motivációt jelentett. És a sebész szakvizsgámat az Országos onkológiai Intézetben szereztem meg, ahol rájöttem, hogy mennyire érdekes terület az emlőráknak a sebészetem. Úgyhogy aztán onkológiából is szakvizsgát szereztem akkor rájöttem, hogy még kevesebbet tudok, hogy mennyivel többet kellene még tudni. Így, hogy cseni professzor mentorálásával megcsináltam a PhD-met, az emlőrák aktuális kérdései témából. Utána megpályáztam egy ösztöndíjat, és kijutottam Amerikába, a San antonio egy nagyon nagy nemzetközi emlőrák konferenciára, ahol szintén rájöttem, hogy mekkora lehetőségek vannak még, amit nekünk követni kellene itt Magyarországon is. Itt érezném meg, hogy Kecskemét nagyon erőse ebben a tekintetben, mert a második, harmadik és negyedik emberek konferencia is Kecskeméten volt, úgyhogy nagy elismerést a szervezőknek és a, a csapatnak. És aztán nemzetközi porondra is kiléptünk, hiszen ennek volt egy nemzetközi, bővített, elfogadott konferenciája, ennek a legvégső változata még folyamatban van, és a konszenzus anyagát amely a Magyar Onkológiában megjelent, azt nemzetközi nyelvre is lefordítják, angolra és oroszra is. Aztán hogy az onkoplasztika nagyon vonzott, és nagyon-nagyon régi vágyam volt ez az Európai Emlősebészeti szakvizsga, rengeteget készültem rá. Nagyon sokat segítettek a kollégáim, barátaim, főnököim, vezetőség, és nyilván a, a családom, Robika a kisőm, aki 8 évesen mondta a feleségemnek, hogy anya most már nagyon nehéz a apával. <laughs> Mondja, hogy nagyon sokat készültem, és sok áldozatot hozott a családom is. És egy záró gondolattal fejezném be, hogy Cserny professzor mondta nekem, aki a PhD mentora volt, hogy tanulni jó, de tudni még jobb, és ezt a tudást mindig szinten kell tartani és én erre törekszem, szeretnék egy még jobb és újabb erős fiatal csapatot építeni, hogy biztosítsuk a Kecskemét és a Bács megyei, vagy a, akik hozzám fordulnak azoknak a emürákos betegnek, hogy olyan szintellátást kapjanak, mint a világ bármelyik csúcsvezető intézetében. Főorvos úr, még egyszer gratulálunk az eredményeihez, és további sok sikert kívánunk a munkája köszönöm. köszönöm. szépen, hogy itt volt velünk. köszönöm. köszönöm.